nagy piknis, ami a túloldalon látható, ők elköltöznek augusztus első hetébe, és akkor abban a kiputóban mennek be. Hát most folynak a tárgyalások, hogy sikerüljön egy civilek piknis hímet szerezni. Ha sikerül, akkor ugye teljesen tiszta világban is lesz, ami ugye igaz. A civil és a dolgok, ők nem tegyenek. Anikó, maradj itt! Úgy mondtam, mit akkor maradjunk. Van a Krisznek, és ugye van a Bengál. Anikó. Pont lefutottam, hogy fogom kapni. Anikó, maradjunk. Labdázunk. Maradjunk. Ami ott fekszik, az 250 kiló. Akkor most nézzük hozzá, hogy milyen, és az oroszlán az általában törzsik kerek, a tigris az lapos és magas, tehát iszonyatosan nagy méretű. Nagyobb, mint egy szamára, ott meg szamára, annál jobban. Nagyon ügyes vadász, tehát iszonyatosan jó tudnak vadászni. A tükörképe nézi az embereket, hogy kik azok. Hát most játszanak egy kicsit, várni kell egy kicsit, tünelem kell, hogy legyen. Alul van, és lehet, hogy fordítva van. De az a lényeg, hogy ott a Jana és a Rejka játszott, nem ő a Rejka. Régebben könnyű volt, 3 héttel ezelőtt még nagyon egyszerű volt őket megkülönböztetni, most már nem olyan egyszerű. A Nadinkának a farán látszik a szürkép valamivel, ő rajta látszik, ő volt a legkisebb, fele mérete volt, mint a többinek. Amikor megérkeztek, akkor keresték a mama cicét, és mi volt kéznél, Nadinka két füle. Minden reggel tiszta nyálmót a feje. Aztán a sebekre használják ezt a hálót, amit rátesznek, és azt húztuk a fejére, és akkor így lelapolt a füle. Nézd meg, akkor itt van. De 3 hetes kurukkor lesz a hús, ez úgy működik, hogy csirkemájjal szoktuk kezdeni, szétnyomkodjuk villával, össze-vissza kenik egymást, és akkor egy hét múlva már, tehát 4 hetes kurukkor már kapják a csirkemel hús, apróra vágva, és most egy meglepő adatot mondok, a mai napon például 80 deka csirkehús teszik fejenként eszik is, tehát ez úgy néz ki, hogy ezeket az apró kivélcsirkéket, ami nagyon puha, azt szoktuk vásárolni a barnevától, félbe vágjuk, és akkor reggelire megeszél felét, vacsorára másik felét. Úgyhogy elég komoly tétel. Az oroszlán az más kategória, az a nagy oroszlán napi 3 kilóval megvan. Az oroszlán a tigris az általában azért az átlag 10-15 kilót a simán betűzik, tehát nagyon komoly. Na annyit már nem bírok.